Belépett a KDNP-be a jelenleg miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozó Szili Katalin. Semjén Zsolt szerint öröm és megtiszteltetés Szili csatlakozása a párthoz. A KDNP elnöke szerint Szili nemzeti elkötelezettsége, az egyházak iránti szimpátiája, hozzájuk kötődő szolgálata mindig is ismert volt. Szili Katalin pedig azt mondta, idézem, hazataláltam, és ha szolgálatom úgy a nemzetet, hogy vállaltan egy értékrendet is szolgálok, akkor ezt szívesen teszem. A friss KDNP Szili Katalin karrierjét az MSZNP-ben kezdte, majd ott volt az MSZP alapítói között. Volt az utódpárt frakcióvezetője, majd 2002 és 2009 között házelnöke is. De azt a népi nemzeti vonalat, amit ő képviselt, azt mindig lenézte a liberális mainstream, és ezért nem tudott ennek a vonalnak többséget szerezni a párton belül, a magyar nemzetnek még ezt nyilatkozta. Azért nem tudott többséget szerezni, és azért fúrták meg, és nem lett köztársasági elnök, ha jól emlékszem. Abszolút jól emlékszel, ez három embernek köszönhető, akik ellene, vagy szóval nem szavaztak rá, és ezt azóta nem tudja elfelejteni Szili Katalin asszony, és azóta kezdődött ez a nevezzük álmokfutásnak, amikor nem éppen tudni, hogy melyik évtizedben vagy évben éppen milyen színű kabátot kell fölvenni. Na most ez nem egy divat bemutató, legalábbis én úgy gondolom, hogy hazatalált, hát mihez képest talált haza, az, hogy milyen szociáldemokrata vonalat vinne a KDNP, ezt én ilyen erősen kétlem, mert mondjuk, ha egy német példával összehasonlítom a CDU-CSU viszonylatában, akkor lehet azt mondani egy CDU-ra, hogy egyébként valamelyest szociáldemokrata, mégis kereszténydemokrata, és azért ebben a minősítő jelzőben sok minden benne foglaltatik, a konzervativizmustól kezdve az egyházi támogatásig, és még hadd ne soroljam, ami minden része a szociáldemokráciának. Tehát jó volna, hogy ezeket a fogalmakat úgy megfelelő helyen kezelni Szili Katalin. Eddig sem tudtam rá felnézni így erkölcsileg, ezután meg pláne nem. De ezt a belépést ne csak Szili Katalin szempontjából nézzük, és ne csak a KDNP szempontjából, hanem ugye a Fidesz-KDNP a kormánypárt szempontjából is, mert hogy igenis ez azt mutatja, hogy tudnak nyitni, tudnak megbocsátani, tudnak összefogni. Hát ez a megbocsátás egyrészt tudnak megvásárolni. Azt szeretném mondani különben, egy kicsit vitatkozva veled, hogy Szili Katalinnak a Istennel való viszonya, vagy a kereszténységhez való viszonya, az akkor is megvolt már, amikor ő még a szocialisták körében volt nagyon elismert politikus, mert volt valami hívő tagozat, ha jól emlékszem, így hívták annak idején, és akkor ő annak a tagja volt, tehát ő amikor csak lehetett beszélt arról, hogy ő egy hívő ember, egyes pont, kettes pont, a nemzeti kérdésben ő mindig hallatta a hangját, mondhatni a baloldal nemzeti arcaként lépett föl, tehát mindaz, ami most történt, az csak a betetőzés egy folyamatnak, egy lassú folyamatnak, ami végre eljuthatott. Induljunk ki a gyökerekből. Tehát az MSZNP-be nem gondolom azt, hogy nagy nemzeti vonal lett volna. Ja, ott még nem volt, igen. Meg aztán ugye az egyházakkal való társadalmi viszony is egy picit másképp volt, ugye, mint manapság. Ja, de az úgy, hogy én bármikor meg lehet találni. Ez természetes. Csak nem is cinikusan mondom, bármennyire is én. Teljesen igaz. Nem tudsz nem cinikusan. Semmi bajom nincs a hívőséggel. Természetes dolog ezen, Alexe. De a szociáldemokrácia az bizonyos elvek összessége. Az nem a KDNP. De ő most azt mondta, hogy szociáldemokrata, neked víz be a KDNP. Ó, gyerekek, ezt a mondatot kihagytam. Bizony. Na most... Ez a kettő jó. Valahogy nem jön össze, én szerintem. Van egy Hofi idézet után szabadon, aki egyszer azt mondta, hogy mi már annyi irányba mentünk, hogy egyszer azon se kell csodálkodnunk, hogy szembe jövünk saját magunkkal. És hát gyakorlatilag azért ez megtörtént így az MSZNP-KDNP-vel kapcsolatban és Szili Katalinnal. És azért még azt kérdezem színházi emberként, hogy miért pont most? Nem, tehát van egy csúcspont, kell egy
kell egy valami, ami megmozgatja annyira az embert, hogy azt mondja, hogy én most ebben a pillanatban, most érkeztem el oda, most jelent meg nekem a tűzoszlop a sivatag közepén, és engem most kivezetett ebből a liberális sivatagból, és bevezetett a nemzeti Kánaán földjére, és beléptem. Tehát hogy, de hogy miért? Hogy miért? Nem, mivel van ez megindokolva? Nem szeretnék Machiavelli lenni, de most gondolkozunk el egy picikét azon, hogy milyen egyetemi kuratóriumban ül bent, milyen beosztás mellett, és akkor úgy gondolta, hogy kicselezi majd az Európai Uniót. Nem is ez a beosztás, hanem nem úgy hívják, tehát akkor nem azt jelenti. Ez pont ez előtt volt néhány héttel. Ez csak úgy, most nem tudom, miért jutott eszembe, de... Véletlen. Egész véletlen. Ez a kormány megbizottsága? Igen, és főtanácsadó lett, mert az ugye nem ugyanaz. Az nem ugyanaz. Az a teljesen avit elképzelés, hogy egy párt az azért jön létre, hogy a társadalom egy bizonyos szeletét képviselje. De nem képviseli. Ez már fel sem merül, mert hogy egy olyan párt, amiben, vagy egy párt szövetség, amiben ott van Szili Katalin, nem tudom, Semjén Zsolt, Orbán Viktor, Szájer József, Volner Jánost olyan értelemben támogatja, konzul lehetett, miközben korábban folyamatosan támadta még jobbikosként. Szóval, hogy ez egy eléggé eklektikus kép már, ez senkit nem zavar? Aki velünk van, az nincs ellenünk. Ez is egy régi... Gyurcsány Ferenc is pont ezt mondja. De ez egy régi kommunista mondás, vagy nem, lehet, hogy nem kommunista mondás, elnézést. Tehát a Talmud, ide... érzem a Talmudból? Hát nem egészen. Honnan de... volt jellemző. Szóval én azt gondolom, hogy ezzel valamit egyrészt mutatni is akarnak, vagy hogy mondjam, lehet azt prezentálni, hogy lám, amit az előbb mondták. Hát tessék, ennyire nyitottak vagyunk, hogy itt aztán A-tól Z-ig mindenki szerepel. De azért valaki komolyan gondolja, hogy egy átlag választópolgárnak az egy fontos téma, hogy Szili Katalin hazatalált? Mert én ezt nem gondolom. Pont erről beszélgettünk a Ferivel, a műsor főszerkesztővel, és ő mondta, hogy képzeljünk el egy nagyon kiélezett választási helyzetet, ahol pár százalékon múlik az, hogy nem tudom, az ellenzék vagy a kormány, és ha oda elmegy Szili Katalin, és elmondja, hogy hát régen én is azt gondoltam, de most el tudom mondani, hogy ez így volt a bal oldalon, meg ez ott lehet, hogy számít. És ha fölraknak egy táblát, hogy 3 millió, hát annyit kap, mint miniszterelnöki tanácsadó, meg kuratóriumi tag, vagy kuratóriumi tagság, hogy kb. 1,5 millió, egy és 1,5 millió, attól függ, hogy osztják le a dolgokat. Tehát én szerintem ez sokkal inkább arról szól, hogy eladta magát. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy ellenzéki szavazó ránéz erre, akkor azt mondja, hogy hát persze ezért a pénzért én is szívesen eladom magam, hát havi 3 millió azért az nem kevés. Az a havi 3 millió az az átlag lúzerség most a NER-nél, tehát, hogy alkalmazottként 3 átlag lúzerség. Átlag lúzerség. Igen, ezt két forrásból szokták összeszedni. Az most már. Hát vármegyék elcsatolásához képest igen. Tehát, hogy akik rendesen vagyonra tesznek szert, azok most pályáznak valamelyik kastélyért, és már megvan nekik néhány latifundium. Tehát, hogy átlag lúzertől is fényévekre vagyok. Tehát, hogy ez nagyon rossz ez a perspektíva, amit most felfestettél. Rossz lehet neked azt mondanám, rossz lehet neked. Igyekszem, legalább lúzer legyek valamikor. Vagy amikor a színházakat osztogatják, tudod, hogy a közszélő alapítványi tagság élethosszig tart. Igen. Tehát formálisan csak úgy szűnhet meg, ha ő maga lemond arról. Vagy meghal. Ez a kettő. Ahogy meghal. De már az Unió ezt feltételül szabta. Az igaz, de még egyelőre ez van. Ezt még nem tudjuk. Tehát magyarul azért az se igaz teljesen, hogy alkalmazottként él, mert alkalmazottként és élethosszig tartó jövedelemforrásban ül. Tehát valószínűleg én azt gondolnám, hogy inkább megkérték az árát. Tehát azt mondták, hogy oké, mi ezt biztosítottuk neked, most légy oly kedves, irány a KDNP, találj haza! Haza, mondta Iti. Köszönöm szépen, és önöknek is a figyelmet. Jövő héten újra jövünk, tartsanak velünk, szép estét.